Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig az Ultrahang bűnügyi műsora. A mai vendégünk Kitanics Márk, aki kriminálpszichológus. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ilyen néhány héttel ezelőtt már beszélgettünk, és ma pedig az interjúnknak egy szomorú apropója van, egy tragédia. Ezért előre jelezném egyébként a kedves hallgatóknak, hogy most itt időnként felkavaró témákról is szó esett, úgyhogy ez a beszélgetés talán nem 18 éven aluliaknak szól. Bőnyben történt, hogy tanóra közben egy 12 éves lány megszúrta a diáktársát, és egyébként halállistát is vezetett az osztálytársairól. Ez a kiinduló hír. Most már azt látjuk, hogy ő 30 napos előzetes letartóztatásba került, egy javítóintézetben kell eltölteni ezt a 30 napot, de hát nyilvánvalóan egy ilyen tragédia megrázza a környezetet, és hát a Magyarországnak a közvéleményét is. Kezdjük a pszichológiai részével, amikor valaki 12 évesen lányként, nem tudom, ez számít-e, de ilyet elkövet, akkor mi játszódik le a fejében? Hát azt jó lenne tudni, hogy mi játszódik le a fejében. Igazából tippelgetni tudunk. Tehát azt látjuk, hogy vannak folyamatok, amelyek ide vezetnek, ezeket megpróbáljuk értékelni, és látjuk a kimenetet, hogy mi történt, és ebből próbálunk meg visszakövetkeztetni. Nagyobb probléma az, hogy nagyon sokszor az, amit a sajtó lehoz, az köszönő viszonyban sincs magával a konkrét cselekménnyel. Nem azért, mert hogy a sajtó torzítana, hanem nagyon sokszor ugye információkat is úgy csepegtetnek, van valaki, aki látott valakit, aki látott valamit. Tehát, hogy ezek az információk úgy adódnak át, hogy egy csomószor elvesznek, meg egy csomó információ hozzáíródik. Ezért nagyon nehéz így megalapítani bármit is. Egy biztos, tehát aki kést visz magával és halállistát vezet, az készül egy cselekményre. Ha erre a cselekményre készült, akkor annak valószínűleg volt egy olyan háttere, amely őben egy ilyen bosszúálló attitűdöt generált, tehát vagy piszkálták őt, bántották őt, vagy valamilyen vélet, vagy való sérelme volt a többiekkel kapcsolatosan, hiszen a halállista azt jelenti, ugye, hogy arra fölírom azokat, akik nekem valamilyen kárt, sérelmet, fájdalmat, problémát okoztak, és ezt a listát próbálom meg végigvinni. Ebben az esetben ugye itt elkezdődött valami, és hogyha szabad egy ilyen közbevetést tennem, nagyjából így a COVID feloldását követően én valamelyik tévécsatornánál jeleztem, hogy egyre több ilyen cselekmény lesz, és én azt gondolom, hogy egyre többször láthatjuk ezt. Gyakorlatilag a média felkapott most egy cselekményt, de én azóta, mióta ezt megjósoltam, több ilyen cselekményt is vizsgáltam igazságügyi szakértőként. Tehát most a média felkapta, de ettől függetlenül van máskor is, és máshol is történt hasonló jellegű cselekmény. Akár egy kisvárosban is megtörténhet, és akár a fővárosban is megtörténhet. Na most, amikor valaki egy ilyen késes cselekménybe belemegy, akkor benne egy elképesztő düh, egy elképesztő feszültség van. Az valószínűleg úgy adódott össze, kumulálódott folyamatosan a sérelmek kapcsán, és amikor ez ilyen robbanásszerűen kitört, akkor gyakorlatilag ez a kislány valószínűleg egy picit meg is könnyebbült ennek a feszültségnek a súlya alatt. A másik fél esetében, ugye ahol sérülés történt, ott akár az is elképzelhető, hogy ő nem is volt tudatában annak, hogy esetleg nem csak az, hogy valami készül ellene, hanem még az is lehet, hogy tudatában sem volt annak, hogy őt esetleg gyűlölik, vagy vele szemben valamilyen retorzió történik, hiszen nagyon sokszor, amikor egy ilyen sérelmet valaki dédelget, azt tapasztaljuk, hogy a hátterében nem egy valós sérelem, hanem vagy egy kreált, vagy egy rossz nézés, egy olyan dolog történik, amiről az a fél, aki ezt megtette, nem is biztos, hogy tud. Tehát mi magunk is megbántatunk úgy embereket, hogy ez nem áll szándékunkban, nem tudunk róla, és éppen ezért nem is számítunk arra, hogy bármi történik velünk, ebben az esetben is akár így is lehetett. Mondom, egy picit sötétben tapogatózunk azért az ügy kapcsán. Nyilván az, hogy ki mit érez bántónak, ki mit érez sértőnek, az nagyon-nagyon szubjektív dolog, de van olyan, amikor már maga az is tévképzett, hogy őt megbántották? Hát kicsit korábbról kezdeném, hogyha szabad. Tehát, hogy melyik, tehát a gyerekeknek a különböző életkorban különböző sérelmeik lehetnek. Minden adott időszaknak a fejlődésük során van egy olyan sérelmi bázisa, amire érzékenyebbek. Ugye, ahogy a pszichoszexuális fejlődésük, vagy akár bármilyen fejlődési folyamataikban vannak, ezeknek vannak fázisai, és ezekben a fázisokban mindig mindenki valamit kiemelkedő vagy kirívó sérelemnek él meg. Amit szinte mindenki tud, aki szülő, az például a serdülőknek ezek a sértettségei, amelyek nagyon sokszor arról szólnak, hogy ne szóljunk hozzájuk, ne beszéljünk velük, miért így közelítjük meg őket. Tehát valószínűleg egy olyan sérelemről van szó, amelyben az adott fejlődési fázisban ezt egy
gyermeket megérintette. Hogy ez lehet-e patológiás, hogyha jól értem a kérdést, akkor ez gyakorlatilag lehetséges, de olyan alacsony az életkor a személynek, hogy ebben az esetben még feltétlenül patológiában nem gondolkodunk. Tehát általában azok a diagnosztikai rendszerek, amelyeket mi használunk, és a felnőtt diagnosztikai rendszerként értékelünk, azok 18 éves kor alatt nem állják meg a helyüket. Nagyon sokszor inkább alkalmazkodási zavar, viselkedés zavar, beilleszkedési zavar formában jelentkeznek, de nem ezek a klasszikus korképek, amelyeket így a felnőtt világban már megszoktunk. Tehát egy ilyen gyerkőc, egy ennyidős gyerek is érezheti azt, hogy őt bántják, rosszul néznek rá, esetleg, hogyha suttognak, akkor azt gondolhatja, hogy róla suttognak, az ő háta mögött zajlik ez, miközben nincs mögötte valós félelem, ugye, vagy valós tartalom. Ezt ugye felnőtteknél úgy hívjuk, hogy paranoia, vagy paranoid személyiségzavar, vagy paranoid attitűd, míg a gyermekek esetében mondhatjuk azt, hogy ő egy szenzitívebb élményfeldolgozású, a környezeti ingereire érzékenyebben reagál. Tehát valójában itt még nem patológiáról beszélünk, vagy nem is nagyon beszélhetünk patológiáról. Az, hogy egy 12 éves gyermek idáig eljut, ahhoz kellene-e olyan külső hatások, nevelés, nagyon mély sértettség, valahol látta közösségi média, és nyilván az ember ilyenkor kívülről akar magyarázatokat találni, nem tudjuk, hogy, de milyen indítékok lehetnek, ugye egyébként annyit lehet tudni, hogy a kislány vallomást tett a bíróság előtt, hogy a vallomás mit tartalmazott, azt nyilván nem tudjuk. Ja. Ez egy nagyon komplex kérdés. Tehát, hogy azt kell látnunk, hogy ahhoz, hogy valaki eljusson idáig, és egy ilyen helyzet megoldásban gondolkodjon, abban szocializációs hiányosságnak kell lennie. Tehát valószínűleg az ő erkölcsi nevelése nem megfelelő mederben zajlott. Nem tanulta meg azokat a társas konvenciókat, azokat a társas normákat, erkölcsi normarendszert nem sajátított el, amit egy ennyi idős gyereknek már bőven el kell sajátítani, és azt kell tudni működtetni is. De azért van ennek egy ilyen másik jellegű aspektusa is, nevezetesen az, hogy amikor azt szoktuk mondani, hogy biztos rossz játékokkal játszott, vagy olyan számítógépes játékokkal játszott, amelyek erőszakot tartalmaztak, erőszakos filmeket nézett, erőszakos műsorokat hallgatott, akkor gyakorlatilag azt is mondjuk ezzel, hogy a nevelésnek semmi hatékonysága nincsen, a szocializáció nem számít, pedig számít. Tehát amikor a szocializációról beszélünk, és arról beszélünk, hogy valaki nem juthat el idáig, tehát olyan nevelést kell kapnia, amiben nem torolhat meg így egy sérelmet, és ezt belé kell nevelnünk, meg kell tudnia, hogy ez nem egy elfogadott és adekvát mód, akkor azt is meg kell tanítanunk közben a gyereknek, hogy amikor te egy ilyen műsort nézel, az nem a realitás, nem így oldjuk meg. Amikor te egy ilyen játékkal játszol, az nem a realitás, nem így oldjuk meg. Tehát ez az egész komplex kérdés, foghatjuk egy külső ágensre, foghatjuk belső ágensre, teljesen mindegy, minden mögött ott van a szocializáció. Ilyenkor egyébként a szülőnek van büntetőjogi felelőssége? Hát ezt egy jogásztól kérem megkérdezni, én nem tudom. Pontos, a gyakorlat mit mutat nyilván? Hát ilyenkor, hogyha gyakorlatilag, hogyha megvizsgálják ezt a gyermeket, megvizsgálja a pszichológus, és a pszichológus leírja azt, hogy valószínűleg az vezetett idáig a folyamatában, hogy ezt a gyermeket nem megfelelően nevelték, és veszélyeztették az ő pszichés fejlődését. Ennek több ágense van, ugye az érzelmi, az értelmi, a testi és az erkölcsi fejlődését. Abban az esetben a szülők ellen is indulhat eljárás, mondjuk például egy kiskorú veszélyeztetése ügyben. Ezt inkább egy jogász tudja talán, de hogy azért a tapasztalat azt mutatja, hogy bizony-bizony nagyon sokszor ilyen cselekmények kapcsán ki szokott derülni, hogy nincs minden rendben otthon. Ilyenkor elmondja, hogy otthon ez történt, amaz történt, ez vezetett idáig, az vezetett idáig, és ennek kapcsán ugye elindulhat egy eljárás a szülők ellen is, vagy a szocializáló közeg ellen is. Ugye itt ez úgy tűnik, mintha egy előre kitervelt dolog lenne. Azzal, hogy listát ír és pirossal felírja, hogy ki az, aki büntetésben részesül, úgymond, és ez a legenyhébb kifejezés, ki az, aki zöldel, aki meg nem, az nem az, mint hogy hirtelen felindulásból egyszerűen eldurran az agya, és úgy követi el. Ez gyerekeknél mennyire, mert nekem ez a furcsa, hogy 12 évesen valaki ezt így hidegfejjel kitalálja. Ezt nem tudjuk, hogy hidegfejjel találta el ki, tehát erről fogalmunk sincs, de az biztos, hogy valami fajta séma, vagy valamilyen minta kellett legyen előtte. Itt nem arra gondolok, hogy a szülők erre nevelték, hanem ez a minta ez lehetett akár egy tévéműsorban, vagy hallott hasonló híradást, nézhetett valamit a médiában, ami őt valójában ösztönözte arra, hogy ezt a fajta magatartás mintázatot mutassa. Ahogy mondom, ennek azért több aspektusa is van, de hogy ez nem tudjuk, hogy ez hidegfejjel történt, vagy nem hidegfejjel történt. Nem tudjuk azt sem gyakorlatilag,
annak, hogy ő ezre hosszú ideje készült, vagy csak az előző nap gondolt erre a fajta megoldási módozatra. Egy biztos, hogy nagyon sok embertől hallottam azt, illetve nagyon sok kommentet láttam ezzel kapcsolatban, ami arról szólt, hogy a pedagógusnak mi ebben a felelőssége. Én azt gondolom, hogy az emberek egy része nem jól fogja meg talán a pedagógusnak a felelősségét. A pedagógus természetesen nem vizsgálhat át minden táskát, megnézni, hogy van-e benne halálista, van-e benne kés. Tehát a pedagógusnak nem ez a rész a felelőssége, hanem sokkal inkább az, hogy egy pedagógus, egy jó pedagógus, én azt gondolom, együtt él az osztályával, és érzi az ott lévő feszültségeket, konfliktusokat, és azokat megpróbálja valamilyen szinten lereagálni. Mondjuk egy osztályfőnöki óra keretében, egy konfliktus megoldó tréning keretében jelzi az iskolapszichológusnak, tehát mindenképpen egy pedagógusnak feladata az, hogy érezze ezt a feszültséget, és ezt megpróbálja megoldani. De nem feladata átvizsgálni a táskát, nem feladata megnézni, hogy valakinek halállistája, és nem feladata nézni a közösségi médiában, hogy milyen szerepeket játszik egy ilyen gyerek. Az előbb azt mondta, hogy a COVID után nyilatkozott, hogy ezek az esetek meg fognak növekedni. Miért mondta COVID után? A COVID egy elképesztő feszültséget jelentett mindenkinek. Egyrészt a társadalom egy része rettegett attól, hogy valamilyen egészségügyi problémája lesz, meg fog halni, valamilyen fogyatékosságban fog szenvedni. A másik fele felháborodott attól, hogy őt arra kényszerítik, hogy valamilyen oltást kapjon, és akkor ők is jöttek ezek egy csomó konteó elmélete, és egy csomóról aztán kiderült, hogy már nem is konteó, hogy szokták mondani, hogy mi van a konteó és a valóság között 3 hónap, 6 hónap, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ez olyan feszültséget hozott létre a társadalomban, amiből már akkor látszott, és hogyha kriminálpszichológusként értékeltük, akkor egyből azt is az értékelés középpontjába helyeztük, hogy itt valami fog történni. Tehát, hogy valami elképesztő feszültség fog kiadódni a társadalomból. És ennek kapcsán én a COVID zárást után, miután már kinyitottunk, azt tapasztaltam, hogy elképesztően megnőtt a késeléses esetek száma. Tehát statisztikát ugyan nem vezettem, de soha annyi késeléses ügyen nem találkoztam, mint a COVID nyitás óta. Tehát én azt gondoltam akkor tapasztalatként, hogy valahogy bele van kódolva ebbe az egész helyzetbe, hogy ennek a feszültségnek valahol kanalizálódni kell. És nem volt más lehetőség, hogy kanalizálódjon. Tehát gondoljunk bele, hogy például azok a társas összejövetelek, amelyek arról szólnak, hogy mi a barátainkkal leülünk egy péntek este és italozgatva beszélgetünk, ezek nem csak arra jók, hogy szórakozzunk, hanem arra, hogy kibeszéljünk dolgokat és a feszültségünket csökkentsük. Nem csökkentek a feszültségek. Arról nem is beszél, hogyha jól tudom, kínai statisztikák mutatták, hogy Kínában például elképesztően megnőtt a válások száma. Hát ennek is a hátterében a feszültség van. Össze voltak zárva a családok, nem tudták kifelé kanalizálni a feszültségeiket, egymáson vezették le, és ez nálunk is megtörtént, tehát ugyanez a helyzet nálunk is fennáll. Említette, hogy megnövekedhetett a késeléseknek a száma. Magának a késelésnek van-e pszichológiája? A késelésnek a pszichológiája az talán annyi, és nagyon egyszerű, hogy ez az legegyszerűbben elérhető eszköz, amivel másnak elképesztő fájdalmat, kártsérelmet, vagy akár a halálát tudjuk okozni. Bármelyik háztartásban egy konyhakés, vagy egy törkés, vagy egy bármilyen kés elérhetővé válik ez az egyik. Ha inkább akkor van ennek valami fajta relevanciája, hogyha ezt így kérdezi, amikor egy hirtelen felindulásban történő, sok szúrásból álló késes történetről van szó. Ugye ilyenkor az szokott lenni, hogy amikor valaki nagyon feldúlt, akkor rengeteget szúr. Tehát, hogy addig, ameddig ki nem sül az ő feszültsége, addig csak szúr, és ami a legérdekesebb, meg sem tudják mondani, hogy hányat szúrtak. Tehát én számtalanszor találkoztam azzal, hogy valaki azt mondta, hogy csak egyszer vagy kétszer szúrtam, nem érti, hogy a jegyzőkönyvben, vagy akár az igazsági orvos szakért által leírt módon, miért szerepel ebben mondjuk 40-50 szúrás is? Mert egyszerűen olyan mértékben beszűkül a figyelme, annyira fókuszálódik csak magára, a destruálásra, a pusztításra, nem számolgatja, de még csak nem is érzékeli, hogy milyen mértékű és hány darab készszúrást tört. Tudom, ez is inkább jogi kérdés, de súlyosbító körülmény, hogy minél több készszúrással történik valami? Egy kicsit fordítsuk ezt meg. Nem az a súlyosbító kész, hogy több készszúrással történik, hanem az, hogyha valaki visz magával kést, hiszen ő előre eltervezte. Az, hogyha valaki több készszúrást használ, az azt jelenti, hogy ő indulatból követte ezt a bűncselekményt. Tehát ezek mind-mind más minősítési kategória. Illetve a másik, amin gondolkodtam, hogy, és itt azért is kérdeztem a pszichológiájára, hogy amikor az ember mondjuk odaáll és megverekszik valakivel, annak más a kiinduló pontja, meg más a viszonyrendszer, mint az, hogy valaki maga elé tart egy kést. Tehát, hogy ott az olyan, mintha egy kicsit elmenekülne a kés mögé, nem?
A mai világban gyakorlatilag már nem nagyon van ez a megverekszünk, hiszen ez egy büntetőjogi kategória, minimum garázdaság. Iskolán belül is egyébként? Akár. Tehát minimum garázdaság, egyébként pedig testi sértés tud lenni. Valójában ez a megverekszünk, ez ugye alapvetően egy eléggé ősi evolúciós folyamat, a párbajok is mindenről szóltak, ugye megverekszünk az első vérig, vagy akár halálig, teljesen mindegy, de hogy azt kell látni, hogy a kés mögé elbújás az talán azért nem állja meg a helyét, mert nem arctalan a személy. Tehát nem bújok el egy kés mögé, hanem az a saját képességeimet megtoldom egy késsel. Az elbújás, az inkább ez az arctalanság, ez inkább ilyen zaklatásos, fenyegetéses cselekmények esetében, ugye az online térben el tudok bújni, egy profil mögé el tudok bújni, vagy be tudok dobni egy postaládába egy levelet, inkább itt jelenik meg. A kés mögé elbújás számomra nem ennyire egyértelmű. Ami nekem ebben az ügyben még egészen meglepőnek számított, az az, hogy itt a 12 éves lány előzetes letartóztatásba került, tényleg már büntetőjogi felelőssége van. Nyilván ilyenkor még, ha jól értem, nem fiatalkorúak börtönébe viszik, hanem javítónevelő intézetbe, de hogy ebből úgy tűnik, minthogyha ő már egy szabad döntéssel rendelkező, jó saját belátással bíró személy lenne. Hogy van? Tehát mi történik vele ilyenkor például egy javítónevelő intézetben? Szabad egy kicsit megint korábbról kezdeném. Tehát, hogy annak idején a törvényalkotó pont amiatt gondolta úgy, hogy bizonyos életkorra leszállítja a büntethetőséget, mert hogy azt tapasztalta, hogy egyre fiatalabb korban egyre brutálisabb bűncselekmények történnek. Nem vagyok jogász, de hogyha jól emlékszem, akkor ebben az esetben az emberölés, tehát az életelleni cselekmények, és talán a súlyos testkísértés, ami esetében a 12 éves kortól már büntethető egy személy. A javító nevelő intézet, ez egy nagyon speciális intézmény, ez egy zárt intézmény, ahol gyakorlatilag, mint ahogy a nevében is benne van, megpróbálják azokat a szocializációs hiányosságokat betölteni, amelyek eddig ugye keletkeztek. Az én tapasztalatom viszont ezzel kapcsolatosan nem feltétlenül az, hogy ezek sikeresek. Nagyon sok ember esetében lehet sikeres, viszont nagyon sokszor azt látjuk, hogy eleve olyan szocializációs hiányossággal érkeznek, hogy magukba szívnak más jellegű a társas normákat megsértő cselekmények lehetőségét is. Tehát például egy amerikai vizsgálat volt ezzel kapcsolatban, nagyon érdekes, hogy ugye az ottani büntetés végrehajtási intézetek rengeteg oktatást hoztak létre, és megpróbáltak képezni az ott lévő embereket, mert azt gondolták, hogy a bűncselekmények nagy részének a hátterében az áll, hogy ezek az emberek gyakorlatilag aluliskolázottak, nem tudnak elhelyezkedni egzisztenciálisan megmakkannak. Tehát, hogy ennél fogva nem tudnak velük mit kezdeni, tehát akkor mit csináljunk, kezdjük el őket képezni, a lehetőségeik tárházát kicsit növeljük, és hogyha ezt növeltük, akkor ők majd hasznos tagjai lesznek a társadalomnak, dolgozni fognak. Az első évek tapasztalatai rendkívül jók voltak. Kiderült, hogy azoknak az embereknek, akik ezeken az oktatásokon részt vettek, ezeknek nagy része nem kerül vissza a büntetés végrehajtás területére, nem indul ellenük eljárás. Kvázi úgy tűnt, mintha ezek az emberek végül is jó útra tértek volna, és hatékony lenne az oktatás. Az oktatás valóban hatékony volt, de mint kiderült, nem azért, hanem azért, mert ezek intelligensebbek lettek, és kisebb eséllyel buktak le a következő bűncselekmény esetén. Magyarul ugyanúgy elkövették. Vagy intellektuális bűncselekményeket kezdtek el elkövetni. Azt a de érdekes. Amikor ilyen javítónevelő intézetekről beszélünk, akkor ott el lehet mondani, hogy mint a kislány, ugyanilyen ügyek miatt vannak ott a többiek is. Így van. Ezek a gyerekek ott tanulnak, tehát ott úgy kell elképzelni, hogy bejárnak pedagógusok, akik órákat tartanak nekik, délutáni elfoglaltságaik is vannak, munkára oktatják őket, tehát gyakorlatilag egy olyan hasznos cselekményeket foganatosítanak velük szembe, amelyek mind az intellektuális képességeiket, mind pedig az erkölcsi normarendszerüket picit megpróbálja rendbe tenni. Hogy milyen sikerrel, ezzel kapcsolatosan nekem azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ha tehát annak, hogy valakit fogvatartási körülmények között helyeznek el, ennek több aspektusa van. Az egyik például, hogy a társadalmat megkíméljék attól, hogy még egyszer egy hasonló jellegű cselekménnyel kelljen szembesülnie. Ebből a szempontból nagyon jó a javító és nevelő intézet, viszont abból a szempontból talán nehézkes, hogy hasonló kaliberű gyerekek vannak összezárva, akik egymással gyakorlatilag kapcsolatot alakítanak ki, egymást okítják azzal kapcsolatosan, hogy mit, hogyan kell csinálni. Tehát ott azért szerintem ott vannak problémák ott a javítónevelő intézeten belül. De például most konkrétan egy olyan bűncselekményt elkövető gyermek esetében, mint ma, vagy fiatalkorú esetében, mint a mostani kislány, hogy ő ott akkor nem úgy van, mint a börtön, hogy egy zárkában van, hanem például ő ott, mint egy kollégiumban szabadon mozoghat? Így van. Gyakorlatilag
Nem teljesen, tehát azért vannak területek, amelyek hermetikusan le vannak zárva, és azokon a területeken belül tud mozogni, de természetesen ott ugyanúgy van könyvtár, ugyanúgy van iskolai rész, és ott mozog, de nem léphet ki az intézményen kívül, illetve bármilyen egészségügyi ellátórendszer minden ott bent van, tehát bejár hozzájuk pszichiáter, fölír esetleg gyógyszer, bejár hozzájuk pszichológus, vagy van ott pszichológus, tehát mindenféle szolgáltatást meg tudnak kapni, de az intézmény területét nem hagyhatják el. És ezek nagy létszámú intézmények? Nem, ezek nem túl nagy létszámú, tehát változó egyrészt, de azért nem túl nagy létszámú intézmények. Itt azért gyerekekről van szó, tehát itt nem lehet több ezres gyereksereget összezárni. De mondjuk ilyen 100 körül akár... Azt mondom, ilyen számban. Azért lovagolok ezen egy kicsit, mert ugye most pont a kegyelmi ügy kapcsán lehetett látni azt, hogy a sima gyermekvédelmi intézményekben mekkora problémák vannak, hogy ugyanezek a problémák talán egy javítónevelő intézetben, ha nem jó a háttér, is lehet, hogy jó, de hát akkor halmozottan ott lehetne. Én azt gondolom, hogy a javítónevelő intézetekben kevésbé vannak ott ezek a problémák, mint a kinti intézményekben. A kinti intézményeknek a nyitottsága, illetve az, hogy egy kicsit úgy a gyerekeket kevésbé tudják felügyelni, mert nagyobb létszámúak, lehetővé teszi számukra azt, hogy ezeket a görbeutakat egy kicsit jobban tudják kihasználni, illetve ugye, ahogy az előbb már mondtam, hogy azokat a törvényeket, szabályokat, rendszabályokat, amelyek velük szembe fennállnak, ezeket meg tudják sérteni. Nyilván mindenki azon szülőként azon gondolkodik ilyenkor, hogy egyrészt, hogy úszhatja meg az ő gyermeke, hogy ilyennek az áldozata legyen, másrészt meg, hogy mit tud tenni annak érdekében, hogy az ő gyermekéből ne váljon elkövető. Vannak-e jelei annak, hogy valaki hajlamos ilyenre? Egyáltalán lehet-e hajlamosnak lenni ilyenre? Abszolút lehet hajlamosnak lenni ilyenre. Én magam is több olyan esetet vizsgáltam, ahol csak egy internetes bejegyzés, valakinek a fülese, valakinek a hozzászólása mentén indult el egy eljárás, majd ezt követően a vizsgálat során derült ki, hogy igen, egy eléggé destruktív törekvései vannak ennek a személynek, és bizony készült rá, majd a rendőrségi adatgyűjtés során is kiderült, hogy valóban fennáll annak a lehetőség, hogy ő valamilyen durva cselekményt kövessen el. Ami számomra inkább nagyobb probléma az az, hogy nehéz ezt úgy felismerni, hogy abban felelősségteljes döntést merjen hozni egy tantestület, egy pedagógus, egy igazgató. Ugyanis eléggé nagy lehet annak az esélye, hogy valamit félreértelmeznek, hogy valamit nem felelősségteljesen tudnak felismerni. Jó magam csomószor tapasztaltam azt, és konkrétan onnan én jövök Szexádról is volt egy ilyen eset, amikor egy szülő szólt, hogy az ő gyermekét fenyegetik, de a pedagógusok nem értékelték ezt ilyen jellemű fenyegetésnek, pedig elég durva verbális fenyegetések hangzottak el. Ennek kapcsán azért azt látni kell, hogy nem kárhoztatva feltétlenül a pedagógusokat, nehéz ezt a határt fölismerni. Nehéz azt megtalálni nem szakember számára, hogy mi az, ami veszélyes lett, vagy mi az, ami nem lett veszélyes. Hogy húznám meg ezeket a határokat? Tehát mi az, ami, mert, és nagyon csúnya lesz, amit mondok, de lehet poénból is, vagy és érezhetően poénból is azt írni, hogy megcsaplak, meg lehet annak egy abszolút fenyegető töltete is. Amikor ez már többetszer megtörténik, akkor ez egy abszolút határ. Tehát amikor valamivel poénkodunk, hogy megcsaplak, az egy alkalom. Amikor ez kétszer, háromszor vagy négyszer elhangzik, ott én azt gondolom, hogy ott muszáj valamit tenni. Egy kicsit olyan ez, mint az öngyilkosság, ezzel kapcsolatban is szokták azt kérdezni, hogy komolyan kell venni minden öngyilkossággal való fenyegetést, és mi annak idején úgy tanultuk, hogy bizony minden öngyilkossággal való fenyegetést komolyan kell venni, mert nem tudhatjuk, hogy most pont akkor egyszer, amikor azt gondoljuk, hogy hát ez úgysem lesz valós, akkor nem történik-e meg, és az a mi lelkünkön fog száradni. Ebben az esetben hasonlóképpen kell eljárni. Tehát amikor azt látjuk, hogy itt egy többszörösen visszatérő, fenyegető magatartás körvonalazódik, akkor azért illik lépni valamit, a hatóságot értesíteni, szülőkkel beszélni esetleg. Tehát, hogy meg kell fogni azt a szituációt, mert nem tudjuk, hogy mi fog abból kibomlani. Oké, szülő vagyok, és a gyerekemnek az egyik osztálytársa rendszeresen azt írja, hogy megkereslek, megverlek, megöllek, megkésellek. Beballagok a rendőrségre a messenger üzenettel. Nem fognak hülyének nézni? Nem. Nem gondolom, hogy hülyének néznek ilyenkor az embereket. Valószínűleg az is egy megfelelő megoldás, hogy először az iskolát keresem fel, az iskolában a pedagógusokat értesítem, bemutatva a fenyegető messenger üzeneteket. Ezt követően esetleg megpróbálom a pedagógus megkérni arra, hogy a másik gyereknek a szüleit hívja be, hogy azokkal megbeszélessem, és hogyha azt látom, hogy teljesen eredménytelen, akkor lehet feljelentést tenni a rendőrséget, hiszen ebben az esetben megélem azt, hogy nincs más eszközöm, mint a feljelentés. Tehát én nem feltétlenül egy feljelentéssel kezdeném, én először a helyzet tisztázásával próbálnám meg ezt megoldani. Nagyon sokszor inkább az a baj, hogy ezek a fenyegetések nem messenger üzenetben és nem Viber üzenetben hangzanak el, hiszen a gyerek tudja, hogy annak nyoma van, hanem nagyon sokszor
ezek úgy hangzanak el, hogy iskolai szünetben, face-to-face helyzetekben, tehát amiről se bizonyíték nincsen, se nem lehet ezzel mit kezdeni. De ilyen esetben én azt gondolom, hogy lehet egy hangrögzítőt a gyermeknél tartani, amely hangrögzítő mondjuk egy ilyen fenyegető üzenetet meg tud, tehát rögzíteni tud, és ezt a későbbiek során meg tudjuk oldani, hogy akkor a pedagógust, vagy esetleg a szülőket szembesítsük azzal, hogy az ő gyermeke hogyan fenyegeti a miénket. Hogy a probléma ott van, ha még a szülő sem hisz a gyermeknek. Egyébként mi a tapasztalat? Nem tudom, van-e ilyen statisztikai erre, hogy amikor egy gyermek arról számol be, hogy őt bántják, bulingolják, beszólnak neki, megfenyegetik, azt ő találja ki többségében, vagy többségében aznak tényleg van valóság alapja? Többségében van valóság alapja. Tehát érdemes odafigyelni. Igen, előfordul, hogy egy-egy gyerek ezt kitalálja, de ezek mind időlegesek, nem akar dolgozatot írni, nem akar iskolába járni, és akkor kitalál ilyen történeteket, de alapvetően én azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen iskolai zaklatásos, iskolai verbális bántalmazásos ügynek a háttere az valós. Tehát ezt nem szokták a gyerekek csak úgy kitalálni. És mennyire mernek róla beszélni, sok esetben már az is szégyen, nem főleg mondjuk a fiúk esetében, bár nem akarok itt általánosítani, de gondolom, ha egy fiút zaklatnak, akkor hogy miért nem tudja magát megvédeni, és lehet, hogy még otthon is szégyelli elmondani. Hát igen, kicsit azért mosogjuk ezen, mert hogy ez a mostani mostani nevelési attitűdök már ezzel valamennyire szembe mennek. Tehát most már nincs ilyen, hogy a fiú megvédi magát, mert nincs. Tehát annak idején, amikor én gyerek voltam, én úgy nevelődtem, hogy katona dolog, nem sírsz. Megbántottak, védd meg magad. És akkor az ember ezeket megoldotta. Mai nevelési attitűdök már nem erről szólnak. Én azt gondolom, hogy alapvetően védenünk is kell a gyermekeinket ezzel kapcsolatosan. Nem gondolom, hogy nemek között óriási különbség lenne, hiszen ahogy a lányok zaklatják a lányokat, ugyanúgy a fiúk is zaklatják a fiúkat. Sőt, még azt mondom, hogy a lány zaklatás az még erősebb sok esetben, amikor a lányosztálytársak zaklatják a lányosztálytársakat. Szoktuk gondolni, csak azt nem tudom, hogy a zaklatás erősséget mivel lehet megmérni. A kiadott messenger üzenetek számával, pedig annak a súlyosságával nem tudjuk ezeket. Tehát ezek nagyon nehezek. De valóban, ahogy szoktuk gondolni ezt, hogy bizony a lányok között is, bár a lányok aranyosak, kedvesek és szép szoknyába járnak, de ettől függetlenül bizony ott is eléggé erőteljes és erőszakos magatartást tudnak mutatni. Visszatérve arra a témára, hogy mit lehet tenni, hogy a gyermek ne váljon elkövetővé, hogy nyilván van, ugye múltkor beszéltünk arra, hogy van olyan, aki ezt saját akaratából követi el, és van, aki meg mondjuk hangokat hall, vagy úgy. Ezt fel lehet ismerni, hogyha valakinél akár egyik, tehát hogy mondjuk fel tudja ismerni azt egy szülő, hogy készül valami? Igen. Tudja, ez olyan, hogy nagyon sokszor gondolkodok azon, hogy a szülők miért nem vesznek észre jeleket a gyerekeiken, és hogy azt gondolom, hogy egy családban élünk a gyerekkel, és hogyha nyitott szemmel járkálunk, és a gyerekkel megfelelő érzelmi kötődésünk van, akkor azt látnunk kell, hogy ott a gyereknél valami probléma van. Látnunk kell azt, hogy ő begubózik, hogy kevesebbet kommunikál, vagy éppen az ellenkezője túl sokat csacsog olyanról, aminek semmi értelme nincsen. Tehát látjuk azt, hogy a viselkedés változása az markáns, hogy történt valami, az iskolai jegyei jobbak lettek, vagy rosszabbak lettek. Furcsa módon, ahogy jobb lehet, ám attól is az iskolai jegye valakinek, hogy mondjuk olyan jellegű magatartást tanúsít, amivel kiengedi a feszültségeit. Hiszen nagyon sokszor a zaklató gyerek, ő maga is feszült, zaklat valakit, ettől ő kicsit lenyugszik, kiengedi a feszültségét, és jobban tud koncentrálni az órán. Tehát még ez is érdekes, de még akár úgy is lehet, hogy rosszabbak lesznek a jegyei. Tehát, hogy valamilyen olyan markáns változás van a viselkedésében, ami túlmutat az ő serdülőkori magatartásán. Mert ugye a legnagyobb probléma ezzel pont az, hogy abban az időszakban, amikor amiről most beszélünk, elindul a serdülés. És a serdülés változásai mögé nagyon sokszor a szülők betesznek dolgokat, azzal magyarázzák. Nem a saját felelősségüket ismerik fel, vagy ismerik el, hanem azt mondják, hogy átserdül a hormonok, megváltozott a viselkedés, megváltozott a magatartása, és ez egy probléma lehet, ami elfedi a valós viselkedés változást. De nekem szülőnek szerintem kutyakötelességem felismerni azt, hogy a gyermekemmel valami nem stimmel. Akkor is, hogyha őt bántalmazzák, meg akkor is, hogyha ő maga a bántalmazó. Föl kell ismerni. Amikor valaki zaklat valakit, akkor az lehet, hogy egyfajta stressz levezetés, tehát lehet, hogy ez a kulcs? Abszolút, abszolút. Szerintem pont a múltkori alkalommal beszéltünk a zsidók fekete bárányáról, amire ugye rátették a bűneiket, és azt kiküldték a pusztába azért, hogy akkor az meg sem is ok, az ő bűneik is eltűnnek. És hasonlóképpen van itt is. Valakit kipécézünk magunknak, mint ahogy például a csirkék a gyengébb csirkét, és azt csipegetik, ugyanígy a gyerekek is kipécéznek valakit, és ezáltal a saját feszültségeiket levezetik. Hát azt látni kell, hogy
hogy nagyon sokszor azok a gyerekek, akik maguk zaklatók, azok általában otthon zaklatottak. Tehát az otthoni közegben nem kiegyensúlyozott a közeg. Őket zaklatják otthon, vagy ilyen a közeg? Hát a zaklatást idézőjelben mondtam, olyan közegből jönnek, ahol nem tudnak megnyugodni, ahol egy folyamatos szorongásban vannak, és ez a szorongás kelt egy feszültséget, és ezt a feszültséget vezetik le máson. Nagyon érdekes ez a része, hogy miért zaklatottak ma a gyerekek, vagyis ez egy kor jelenség, vagy amúgy régen is ugyanúgy zaklatottak voltak? Nem, mindig voltak zaklatott gyerekek, mindig voltak alkoholista szülők, mindig voltak olyan szülők, akik nem foglalkoztak a gyerekeikkel, mindig voltak olyan szülők, akik azt hitték, hogy jól foglalkoznak a gyerekeikkel, de nem. Tehát ez nem egy mostani korrajz, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy talán annyiban mégiscsak egy picit módosítok, ez mégiscsak valamennyire korrajz, hogy annak idején azért a nagy családok együttélése megkönnyítette a gyerek szocializációját. Tehát akkor gondoljunk bele abba, hogy most már egy nagy szülő csak 65 éves korban megy el nyugdíjba. Annak idején hány évesen ment el? 55 évesen. Tehát otthon volt már korábban, és a gyereknek, az unokának a nevelésében valahogy jobban részt tudott venni, oda tudott rá figyelni. Tehát ez a gyerek valahogy egy kicsit ilyen, nem is azt mondom, hogy szeretetteljesebb légkörben, hanem inkább egy odafigyelőbb, egy koncentráltabb légkörben nevelkedett. Manapság meg ezek kevésbé vannak meg. Rohanunk, a nagyszülők is megdolgoznak, nem tud senki figyelni a gyerekre, és azt látjuk, hogy ezek a gyerekek egyre kevésbé számíthatnak arra, hogy mi szülőként odafigyelünk rájuk. És akkor itt hoznám be a médiát. A hatását, mert nagyon gyakran az van, hogy az influencerek lettek a gyerekeknek az új élettársaik, vagy szülőpótlékok, vagy egyebek, ráadásul rengeteg impulzus éri őket. Ez mennyire növeli a gyermekekben, fiatalokban az agressziót? Hát, hogy már beszéltünk a korábbi adásban is, a gyerek a következőképpen szocializálódik. Egyrészt adunk neki egy keretet, amelyen keresztül ő szocializálódik, tehát megszabjuk azokat a határokat, amiben ő mozoghat, a másik pedig, hogy modellt követ. Látja, hogy én hogyan viselkedek, és ő is így fog viselkedni. Ha én vezetem az autót, és agresszív vagyok, és elkezdek ordítozni, akkor a gyerek ül a hátsülésen, meglátja ezt, hogy én ordítozok, beépíti az ő viselkedéses repertoáriába, és majd ő is egyszer ordítozni fog valaki mással, mert azt látja, hogy ez az egyik levezetési módja annak, ahogy a feszültséget el kell kanalizálni. De ezek az influencerek, celebek, én nem tudom, hogy kicsodák, ezek ugyanúgy modellt és mintát nyújtanak a gyerekeinek. Tehát, hogyha egy olyan celebet vagy modellt követ a mi gyerekünk, akiről látjuk, hogy az ő erkölcsi gondolkodás, az ő megnyilvánulásai a mi értékrendünknek nem megfelelőek, én azt gondolom, hogy nyugodtan meg lehet azt tenni, hogy a gyermeket fel kell világosítani arról, hogy ez miért nem megfelelő ez a modell, miért nem kell ezt követni. Csak kérdés, hogy itt még a szülőnek a mérlegben erősebb a sárfinője. Ezt akartam mondani, hogy muszáj, hogy a szülőnek erősebb legyen. Tehát amikor én értéket közvetítek, akkor azt az értéket is közvetítem, hogy mi az, amit én csinálok. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Sokan arra panaszkodnak, hogy a gyerekük nem olvas. Ugye nem úgy fog a gyerek olvasni, hogy oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy kezdj el olvasni, hanem úgy olvas, hogyha azt mondom, hogy jó olvasni, és látja, hogy én olvasok. Tehát modellt, mintát nyújtottam. Nemrég az egyik közösségi médiában láttam egy ilyen képet, hogy tábortűznél ülnek a gyerekek, gitároznak, szalonnát sütnek, és valaki odaírta, hogy milyen kár, hogy a mi világunkban már nem működik ez a dolog. De ez, hogy nem működik, ez csak rajtunk múlik. Tehát, hogyha én megteremtem azt a közeget és azt a lehetőséget, hogy a gyerekkel kimegyek szalonnát sütni, gitározunk és énekelünk, akkor a gyereknek ez lesz a minta, ez lesz a modell. Ha viszont nem foglalkozok a gyerekkel, akkor a gyerek más modellt és más mintákat fog keresni, és akkor jönnek a celebek. De nem az van, hogy itt mintha ilyen párhuzamos világok lennének, hogy van a mondjuk az én szüleimnek a generáció, akik még kicsit ilyen digitálisan benszülöttek, azt hiszem így kell mondani, tehát hogy nem értenek hozzá, mondjuk az én szüleim pont értenek, de hogy van egy réteg, aki a gyerek ehhez a digitális világhoz már sokkal jobban ért, sokkal jobban kezeli. Adott esetben ő tanítja a szüleiket, emiatt a gyerek azt mondja, hogy hát nehogy már ők mondják meg nekem, hogy melyik influencerre hallgassak, meg melyikre nem, mikor még a számítógépet sem tudják bekapcsolni. Ez két különböző dolog, az egyik technika, a másik pedig egy ilyen szociális. De ez a gyerek fejében szét, a morális, abszolút, a technikai rész szétválik? Abszolút szét tud válni, tehát nem gondolom, hogy ez a kettő egymást kiütné, vagy a kettő egymás a paritásban. Szerintem a gyermekeknél ez abszolút szétválasztható. Tehát az a modell, az a minta, amit nyújtok, az egy érték, egy értékrend. És hogyha a gyerekem látja azt, hogy ezt az értéket én nem osztom, akkor természetesen ő is azt fogja gondolni, hogy ez az érték nem osztható. Ha látja, hogy én valamiért rajongok, vagy valamilyen értéket megosztok, akkor azt ő is osztani fogja, és ő is rajong.
fog. Az egyik vidéki labban láttam, az online felületén láttam egy ilyen kérdést, hogy te melyik celebet kedveded a legjobban? És ennek kapcsán, én oda jutom, hogy Dobó Istvánt. És ennek kapcsán, mert az jutott eszembe, hogy vannak most celebek, de hogy vannak nekünk történelmi celebjeink, és akik nem úgy kezelünk, ők valós celebek, ők letettek valamit az asztalra. Miért ne lehetne az egy érték? Tehát, hogy az a baj, hogy egy kicsit így elszaladtunk ezekkel a dolgokkal, és nagyon mondhatnám azt, hogy felszínessé vált a világunk, de ez a felszínes világ, ez pont azért alakult ki, mert egyszerűen semmire nincs időnk, pedig mindenünk megvan hozzá. Mobiltelefonon hívunk mindenkit, autóban megyünk mindenhova, tehát minden eszközünk arra van, hogy megkönnyítse az életünket, és több időt adjon nekünk, és még sincs több időnk, mégis egyre inkább idő hiányán vagyunk. Igen, ebben nagyon nehéz belegondolni, hogy arra vannak a háztartási gépek, az eszközeink, meg minden, és mégis állandóan rohanunk, állandóan tüzet oltunk, állandóan minden az utolsó pillanatban. Nagyon tetszett nekem, olvastam nemrég egy Rubikonos cikket, és arról volt szó enne, hogy vajon a középkori jobbágyok, vagy mi dolgozunk-e többet. Tamás, mit tippel? Hát most már ezek után gondolom mi, de pedig nem erre számítani. Így van. Tehát mi, amikor ott ülünk az iskolapadban és történelem órát hallgatunk, akkor azt gondoljuk, hogy ezeknek a középkori jobbágyoknak milyen szörnyű volt az életük, el voltak nyomva, állandóan reggeltől estig dolgoztak. És akkor ez a Rubikonos cikke szépen leírja azt, hogy gyakorlatilag szó nincs erről, a mai ember kb. 4-5-ször annyit dolgozik, mint a középkori jobbágyok, amennyit dolgoztak. Mindenkinek javaslom, hogy olvassam, mert ezek a cikkeket én azért szeretem, mert egy teljesen más aspektusba helyeznek gondolatokat. Tehát olyan sztereotípiáink és előítéleteink vannak, amelyek valahogy bekerültek a fejünkbe, már mi magunk se tudjuk, hogy elég volt hozzá egy történelem órán egy történelem tanár, aki mondott esetleg egy fél mondatot, az beépült a fejünkbe, és nagyon nehéz ezeket onnan hiszen. Hát igen. Egy picit még arra visszatérnék, hogy mi van akkor, hogyha egy fiatal korúnak tényleg személyiségzavarai vannak. És erre egy kicsit lehet, hogy még mélyebben is belemehetnénk. Az első kérdésem ehhez, hogy fel lehet-e ismerni, akár gyermekkorban, akár nagyon korán, hogyha valaki, nem, ugye a személyiségzavar, talán azt is elmondhatnánk, hogy mik a leggyakoribb személyiségzavarok, és fel lehet-e ezeket ismerni a gyerekek esetében. Jó. Akkor a következőt kell látni. Személyiségzavar gyermeknél nem diagnosztizálunk. Tehát 18 éves kor fölött mondjuk azt valakire, hogy személyiségzavaros. 18 éves kor alatt azt mondjuk, hogy alkalmazkodási vagy viselkedés zavara van, vagy valamilyen magatartás zavar áll fenn nála, nem tud beilleszkedni. Tehát érezzük, hogy valamilyen diszharmonikus személyiségfejlődésben van benne a gyermek, de nem mondjuk azt, hogy személyiségzavaros. De ebben benne van az is, hogy bizony fel lehet ismerni. Tehát látjuk, hogy ez egyfajta folyamat. Ez arról szól, hogy van egy diszharmonikus személyiségfejlődés, abban van egy alkalmazkodási és viselkedés zavar, és ez szépen felnőtt korra ki fog csúcsosodni egy személyiségzavarban. A leggyakoribb személyiségzavar, ez mostanában mindenki narcisztikus. Tehát, hogy hozzám bárki jön, mindenki az a kezdi, hogy rájöttem arra, hogy a párom nem ő, hanem a párja narcisztikus. Én ez alapján úgy vélem, hogy a társadalom 50%-a narcisztikus. De ha az ember elmegy pszichológushoz, akkor eljön, hogy saját maga is az, úgyhogy ilyenkor... Azt szokták mondani, hogy minden ember addig normális, amíg egy pszichológus meg nem vizsgálja, igen. Tehát, hogy a narcisztikus személyiségzavar nem ilyen gyakori, mint ahogy ezt gondoljuk, és ahogy most mindenki narcisztikus. A leggyakoribb személyiségzavarok az gyakorlatilag az antiszociális személyiségzavar. A múlt adásban, vagy a múlt alkalommal már beszélgettünk erről, hogy az antiszociális személyiségzavar, vagy diszociális személyiségzavar, ez a börtönben lévők 70-80%-ánál fennáll. Ez egy elég magas szám, hogyha ezt megnézzük. Nagyon gyakori a borderline személyiségzavar. Az mi? Borderline személyiségzavar, ez egy határeseti személyiségzavar, ez azért határeseti, ugye a nevében is benne van, mert nagyon könnyen átbillenhet egy pszichotikus állapotba, tehát egy elmebetegségbe. A borderline személyiségzavaros az narcisztikus karakterjegyeket és paranoid karakterjegyeket is egyaránt hordoz, jellemző rájuk ez az előteljes érzelmi labilitás. Az egyik pillanatban imádnak valakit, a következő pillanatban gyűlölik, és ez akár egy mondaton belül is fennállhat. Nagyon gyakori náluk a falcolás, tehát hogy vagdosom magamat, fájdalmat okozok magamnak, ezek mind ilyen jellegzetességek, és hogy mondtam, a narcisztikus és a paranoid, tehát egy ilyen gyanakvó és sértődékeny attitűd is fennáll náluk. Ez nevelés miatt alakul ki, vagy itt az agya húzalozódik, most nagyon csúnya szóval éve, tehát hogy ez puszta fizika, vagy... Nem tudjuk.
Tehát nagyon nem tudjuk ezeket, mint hogy például az egyik leggyakoribb betegség, ez nem betegség, a skizofrénia esetében sem tudjuk, hogy miért alakul ki. Tehát, hogy vannak elképzelések és vannak magyarázatok, például a szocializációban, például azt, hogy valószínűleg valamilyen hajlam azért kell rá, tehát az idegrendszerek valami fajta hajlama kell, hogy legyen mögötte. Most azt látjuk, hogy a személyiségzavarok általában valami fajta éretlen gondolkodásnak az eredményei. Azt látjuk, hogy a személyiségzavarok egy nagy része időskorra egy picit csitul tüneteit tekintve. Ez azt jelenti, hogy érik a személyiség, érik a gondolkodás, érnek a viselkedéses jegyek is. Tehát ez az infantilis gondolkodás kicsit csökken. Tehát ezt látjuk, hogy van egy ilyen útja ennek, de nem az összes személyiségzavar esetében. Például az antiszociális az pont nem ide tartozik. Ugye, amiről mondtam, hogy elég nagy tömegben jelen van a társadalomban. Említettem a borderline-t, de akkor, hogyha már ezt megemlítettem, hogy narcisztikus karakterjegyek és paranoid karakterjegyek, akkor azt látjuk, hogy bizony a narcisztikus személyiségzavar az egy olyan, az is egy eléggé markány személyiségzavar. Itt egy közbevetést tennék, általában a személyiségzavaros nem feltétlenül szenved a személyiségzavarától, de a környezete borzasztóan. Tehát ő maga nem annyira észleli, hogy ő vele valami probléma van, azt látja, hogy mindenki mással baj van, de vele természetesen nem. A narcisztikusnál ez a középpontba kerülés, a figyelemfelhívás, hogy ő mindig őróla beszéljenek, ő egy fontos személy legyen. Általában azt gondolja, hogy mindenki másra vonatkoznak a törvények, csak pont ő rá nem, mert hogy ő egy kivételezett személyiség, és hát rengeteg minden tapasztalatú még a narcisztikus személyiségzavarosnál, és akkor említeni még a paranoid személyiségzavarost, akinél azt tapasztaljuk, hogy egy ilyen nagyon szenzitív az élményfeldolgozása, általában mindennél gyanakvó, sértődékeny tud lenni. Ők azok, akik nagyon féltékenyek is egyben. Tehát meg nem csak a párkapcsolatban, hanem például a barátságban is. De ez már gyerekkorban is kijön? Hát mondom, tehát hogy azért igen, nehéz, igen. Nem mondjuk ezt így. Vagy hogy lehet de látni egy gyereke, hogy hajlamos, talán ez a legjobb, hogy... Alapvetően igen, tehát a narcizmust az abszolút lehet például látni, tehát látjuk, hogy ezek a gyerekek általában olyan elkényeztetett gyerekek, akiket túl gyakran dicsérnek, és akik meg vannak róla győződve, hogy ők valakik, tehát hogy ők nagyon elől vannak. A paranoidnál pedig általában arra kell odafigyelni, hogy amikor gyerekek hajlamosak arra, hogy egy ilyen párképződésben benne legyenek a csoportdinamikai szempontból, tehát valakit kisajátítanak, csak maguk akarják, nem engedik, hogy mással barátkozzon, mert akkor mindjárt megsértődnek, akkor mindjárt sírni kezdenek. Őnáluk lehetséges, hogy elkezdődik majd egy ilyen, vagy mehet egy másik irányba, a dependens személyiségzavar irányába. Tehát nagyon sokféle személyiségzavarunk létezik, ezeknek meg a felsorolása is hosszú. Nyilván akkor adódik a következő kérdés, hogyha azt látja egy szülő, hogy a gyermeke hajlamos ilyenre, állandóan a középpontban akar lenni, és minden mondata innel kezdődik, és ha nem ő van a középpontban, akkor tesz róla, hogy ő legyen, akkor lehet-e ebben a szakaszban, tehát gyerekkorban még megelőző dolgokat csinálni, hogy felnőtt korban ne diagnosztizálják személyiségzavarra. Abszolút. Tehát ha nekem most az jutott eszembe, hogy minden mondata innen kezdődik, hogy én anyukámtól annak mindig azt, amikor én innen kezdtem, hogy mondhatod, hogy én szamár előre. És ezt így belém véste, hogy nem én vagyok az első, hanem mindig másokkal kell ugye elsődlegesen foglalkozni. És ezek olyan apró dolgok, amelyeket mondunk a gyereknek, amit aztán gyakorlatilag. Akkor ez nem a gyerek szabadság jogainak a korlátozás. Nem, abszolút nem. Ahogy már az előző adásban is mondtam, a gyerek szabadság jogait muszáj korlátoznunk. Mert hogy higgyük el, hogy a gyerek stabilabban érzi magát akkor, hogyha tudja, hogy melyek azok a keretek, amelyek között ő mozoghat. Ha nincsenek meg ezek a keretek, akkor teljesen bizonytalanná válik, és szétesik a viselkedése, és akkor nagyon csúnya dolgokat tud produkálni. Tud még ezekre példát mondani, hogy ugye itt most az előbb beszéltünk személyiségzavar típusokról, és hogy a szülők milyen nevelési technikákkal tudják terelgetni a gyerekeket jó irányba. Így van. Mondok egy saját példát, remélem a kisfiam nem haragszik meg érte. Van egy 9 éves fiam, Igor, aki, tehát én annak idején a szüleimtől nem sok dicséretet kaptam, az ő generációk nem az a dicsérgetős fajta. Ők azt gondolták, hogy a gyereknek van egy útja, azon menjenek végig. Ráadásul pedagógus szülők gyereke vagyok, tehát többszörösen hátrányos helyzetű, ahogy én szoktam mondani. És hogy pont ezért talán én az elején elkezdtem ezt kompenzálandó mindenért dicsérni a gyerekeket. Már az is megdicsértem őket, hogyha leugrott a kanapéról. Míg nem ebben a sok dicséretben egyik nap arra ébredtünk, hogy a gyerek áll a tükör előtt, így simogatja aját, és azt mondja, hogy gyönyörű szép férfi vagyok. Na és akkor mondtam, hogy jó, akkor itt állj. Tehát ilyenkor nem az, hogy de aranyos ez a gyerek, végre, de neki van önbizalma. Látni kell azokat a jegyeket, amelyek nem az önbizalomról, hanem a túlzott önbizalomról szólnak.
és hogy ilyenkor közbe kell avatkoznunk. Tehát látnunk kell, ez kicsit olyan, mint amikor valamilyen ág nő, és amikor az egyik irányba azt akarjuk, hogy arra nőjön, akkor egy kicsit lenyesünk abból. Vagy, tehát, hogy kell egyengetni ennek a gyereknek az útját, nem hagyhatjuk azt sem, hogy szabad legyen, de az sem szabad, hogy teljesen ráerőszakoljuk a saját gondolatainkat. Tehát meg kell találni azt az optimális hangsúlyt, ahol a gyerek még maga tud lenni, de azon a burkon belül, amit mi biztosítunk a számára, vagy azok között a keretek között, amit mi biztosítunk a számára. És mondjuk ebben az esetben konkrétan mit csináltok? Abba hagytuk a dicséretét. Tehát, hogy elkezdtünk többet követelni tőle, mert ezek szerint ő ügyes és meg tudja azokat csinálni, és kevesebbszer dicsértük meg. Tehát abszolút visszavettünk a dicséretekből. És helyreállt a... Hát remélem. Remélem, de majd 10 év múlva beszélünk el, hogy ilyen. Behívjuk őt is. Nyilván, amikor az ember a saját gyerekéről beszél, akkor az ráadásul azért is nehéz, mert mellette szereti. És ugye egy kicsit látni ezt a mintázatot, hogy a régiek nem dicsérték, keményen fogták, stb. Ezért aztán a másik, a következő generáció meg mindent megad, mindent enged, mert hát 6 teljes egyen ki, és abból szintén nagy tragédia lesz, és majd egyébként talán most jön majd az a korszak, amikor nekik is gyerekeik lesznek. Így van. Igazából én azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy ahogy a mi szüleink minket nem dicsértek annyit, de a maguk módján szerettek minket. Csak ő nekik más volt az, ahogy átadták ezt a szeretetet. Őnáluk a gondoskodás és a segítés volt az, ami gyakorlatilag egyfajta ilyen szeretett nyelvként értékelhető. A mi esetünkben pedig kicsit már így átcsúsztunk ebbe a kvázi ilyen majom szeretetbe. Ez a simogatás, ölelgetés, tehát az a testi kontaktusok, az érintések nagyon fontosak a mi generációnk számára. Mindenkinek az a fontos, ami kimaradt. Igen. Ugye? Hát meg az anyagi dolgok, nem? Így van. Tehát, hogy mindent megadni. Így van. És akkor azt látjuk, ez egy másik problémához is vezet, a késleltetés hiányosságához. Tehát nem tudunk késleltetni. Frusztrációs toleranciája a gyerekeknek egyre alacsonyabb és alacsonyabb, vagy ez egy másik téma. Mindent azonnal akar. Így van, így van. De hogy azt kell látni, hogy ez a nevelés, ez egy hosszú távú dolog. Nem azonnal fog ez reagálni, a gyerek nem azonnal fog reagálni arra, amit mi csinálunk, vagy amit akarunk, hanem mi nekünk folyamatosan monitorozni kell a gyerek viselkedését, és mindig hosszú távon kell gondolkodni. És amikor azt mondjuk, hogy mi szeretjük a gyerekeinket, akkor az is a szeretet része, hogy én a gyermekemnek az alkalmazkodását a hosszú távon meg szeretném segíteni. És azzal segítem meg hosszú távon az ő alkalmazkodását, hogyha bevezetek egy olyan szabályrendszert, amiben ő alkalmazkodni tud, és majd később az iskolában is tud alkalmazkodni, a munkahelyén is tud alkalmazkodni, és a főnökéhez is tud alkalmazkodni. Most teszem le az alapjait. Tehát én úgy szeretem őt, hogy egy jó jövőt akarok neki. Van univerzális szabályrendszer, lehet, mint olyan, ír egy könyvet, hogy így neveld a sárkányodat, nincs, vagy nem tudom. Nincs. Vagy ezt minden gyerekhez és minden család dinamikájához kell igazítani. Vannak alapvető szabályok szerintem, amelyek nagyon fontosak. Ilyen alapvető szabály az, hogy legyen egy keretrendszer. Ez egy szabály. De hogy ebbe a keretben mi fér bele, ezt a szülőnek kell eldönteni. Hiszen minden gyerek más és más. Nem lehet ugyanúgy büntetni egy gyereket. Valakinek, mit tudom én, a telefon megvonása, az egy tragédiával él föl. Valaki meg nem érdekli, mert kimegy az udvar és biciklizik. Tehát, hogy nekem szülőnek az is feladatom, hogy tehát ez egy oda-vissza kapcsolat. Észleljem és monitorozzam a gyereket, tudjam, hogy számára mi a jó, mi a rossz, és én ezen keresztül tudom őt büntetni, vagy jutalmazni. Tehát van olyan gyerek, aki az a jutalom, hogy ad neki a szülő 200 forintot. Kicsi összeg, tudom, meg nem is túl jó módszer ez egyébként. Pénz az nem jó módszer, hát, jutalmazás? Alapvetően nem. Van egy ilyen, amit tanultunk még annak idején, hogy az extrinsic jutalmazás csökkenti az intrinsic motivációt. Ez azt jelenti, hogy ha én elkezdek valakit pénzzel jutalmazni, egy idő után már nincs meg benne az a belső motiváció, hogy ő csináljon valamit, mert megvan, hogy győződ, hogy ő ezt pénzért csinálta. Nem tudom már, ki volt az a nehéz súlyú boxoló, nem vagyok így túl jó ezekben a nevekben, aki elment egy szórakozó helyre, és ott bucira verték a fejét, és amikor megkérdezték tőle, hogy hát ember maga egy nehéz súlyú boxoló, hát miért nem ütött vissza? Azt mondta, hogy mert nem fizetnek. Tehát, hogy ez egy olyan kis anekdóta, ami nem feltétlenül biztos, hogy igaz, viszont jól mutatja azt, hogy hogyan lehet elrontani valakit úgy, hogy fizetünk neki, főleg egy gyereket. Ugye rajzoltattak gyerekekkel annak idején, és akkor kitalálták, hogy a gyerekek minden rajzért kapnak egy pénzt. Egy másik csoportban meg rajzoltatták a gyerekeket, és minden rajzért jutalmat kaptak, dicséretet. Simogatást, dicséretet és elismerést. És azt vették észre, hogy azok a gyerekek, akik pénzjutalmat kaptak a rajzért, egyre gyengébb minőségű rajzok
vonalakat produkáltak, mert rájöttek arra, hogy ha húzok egy vonalat, ugyanúgy megkapom a pénzt. És egyre gyengébb minőségűeket, és egy idő után abba is hagyták ezeket a rajzolgatásokat, míg azok, akik dicséretet kaptak, és a helyén kezelték az ő rajzkészségüket, azok a gyerekek után is ugyanolyan erős motivációval tudtak rajzolni. Rugoznék még egy kicsit a pénzzel, hogy van olyan, hogy azt gondolja a szülő, hogy ha én mindent megadok neki, amit csak kér, ez a lefordítva, ez a megveszi a szeretetét egyébként, de hogy mivel itt van egy új fogyasztói társadalom, tehát hogy tényleg ő azt gondolja a szülő, hogy azzal szereti a gyermekét, hogy amit csak kér, mindent megad neki, hiszen ő nem kapta meg a szüleitől ugyanezt. Itt három dolgot szeretnék elmondani, csak mire elmondom a másodikat, elfelejtem a harmadikat. És a következő van, egyrészt itt van az, amiről beszéltem, hogy a frusztrációs toleranciánk egyre alacsonyabb. Nem bírjuk kivárni, már gyerekek nem tudják kivárni, hogy valamit majd megkapjanak, hanem nekik azonnal kell. Ezért egyre erősebben hisztiznek, mivel még nem alakult ki náluk a késleltetés képessége ilyen erősen, mint mondjuk nálunk. Hát itt a gyerek azt írja meg, hogy nem szeretik? Hát igen, hogy nem teljesítik a kívánságát. Miért? Tehát, hogy felrója a szülőnek, hogy miért nem tudja megtenni ezt. De nem feltétlenül úgy éli meg, hogy nem csak, hogy nem szeretik, hanem még akár az is lehet, hogy engem gyűlölnek a szüleim, még akár ez is benne van. Azért látjuk, hogy a gyerekek egy kicsit olyanok, mint az ilyen leghisztisebb lények, hogy az egyik pillanatban ők is kicsit borderline-ok ebből a szempontból, az egyik pillanatban még sírnak, a másikban meg már röhögnek. Tehát, hogy náluk ez nagyon gyors. És érdekes az is, hogy a gyermek a büntetést sem úgy éli meg. Tehát, hogyha most megbüntetem Tamást, akkor Tamásnak legalább 5 napig mondjuk rossz lelkiismeret furdalása van, emiatt is rossz lelkiállapotban van. A gyereket megbüntetjük, majd 10 perc óva együtt játszunk valamit, mert már is felejtette, tehát nem foglalkozik ezzel. Már is felejtettem a kérdést közben. Tehát, a pénz is a megvett szeretet. Igen, tehát hogy valójában én azt gondolom, hogy ennek a hátterében egy más dolog van, vezetesen az, hogy amikor odaadjuk a gyereknek a mobiltelefon, tessék játszál, a mi időnket vásároljuk meg ezzel. Amikor megveszem az 500. Xboxot, amikor telefon teszek a kezébe, és játék van rajta, amikor VR szemüveget adok rá, vagy ilyesmi, magamnak vásárolok időt, mert addig a gyerekkel nem kell foglalkoznom. A minőségi idő a gyerek életében nagyon fontos. Ez nem feltétlenül minőségi idő. És azt, hogy én szülőként tudjak megfelelő kapcsolatot tartani a gyerekemmel, tudjak vele beszélgetni, lássam az ő változásait, az érzelmeit, ahhoz bizony szükség van arra, hogy én közösen csináljak vele valamit. Amikor lemegyek a tengerpartra, akkor ne azt mondjam a gyereknek, hogy menjél, ússzál, miközben én olvasok a tengerparton. Amikor otthon vagyok, akkor ne az legyen, hogy azt mondom a gyereknek, menj fel a szobádba, Xboxozz, amíg anyával tévézünk. Tehát nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy minél több dolgot tegyünk meg a gyerekkel együtt. Gondoljunk arra ilyenkor, hogy nem sok időt kell ezzel eltölteni, hiszen 16-17 éves korra ez a gyerek elkezd majd leválni. Elindul egy olyan úton, amikor majd szépen először becsukja majd a szoba ajtaját, aztán már ki se jön még ebédelni se talán, csak hogyha lehívjuk mindenképpen, aztán elmegy a barátaival, nem kell hosszú időt kibírnunk idézőjelben a gyermekünkkel, de ha már ki kell bírni, az már nagyon rossz, tehát hogy nekünk ez egy élmény kéne legyen. Egyébként élmény? Én még nem vagyok szülő, úgyhogy nem tudom, de... Én például nem vagyok hajlandó elmenni barátokkal nyaralni. Nagyon egyszerű oknál fogva. Azért, mert a barátokkal évközben sokszor összejövünk, beszélgetünk, kiszogatunk, stb., és azt mondjuk a gyereknek, hogy menjetek, játszatok. Tehát elpateroljuk őket. Én azt szeretem, hogy amikor elmegyünk nyaralni, és ott vagyunk a nyaraláskor, csak a mi családunk van. Ott vagyunk, és akkor csak egymásra figyelünk. És egy csomó dolgot megtudjuk, hogy például milyen jó fej a családunk, tehát ott jövünk rá erre. Tehát, hogy beszélgessünk, nagyon sokszor például, amíg kiülünk este a teraszra, töltünk egy pohár bort a gyerekeknek, természetesen üdítőt, bár szexádi gyerekek még akár bort is ijatának, és hogy ilyenkor mondjuk kvízeket játszunk például, vagy olyan játékokat játszunk, ahol jókat nevettünk, meg ahol egymásnak a hülyeségein is tudunk mulatni. Nagyon fontos, hogy legyen közös élmény. Hát igen, ez egy idealisztikus nem kép. Idealisztikus, ezt meg lehet oldani, Tamás. Én abszolút hiszek benne, meg mondjuk én egy ilyen családban nőttem fel, tehát hogy mondjuk én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy tényleg abszolút volt minőségi idő, csak közben meg állandóan azt hallom, hogy ugye még sokszor a házastársak egymással is nagyon rosszban vannak. Ha már több gyerek van, azt is hallom most, hogy a több gyerek az már nagyon nehéz, az már nagyon kemény, és hogy ebben az egészben valahol tényleg így hol maradnak ezek a kapcsolatok, és még ott van a
akkor az egzisztenciateremtés, a digitális világnak valami elképesztő, ilyen teljesen hamis nyomása szerintem. Szóval érdekes világban élünk. Igen, de én szerintem ezeket meg lehet valósítani, és nem kell hozzá túl nagy erőfeszítés. Csak annyi kell, hogy egy kicsit gondoljam végig azt, hogy nekem milyen kevés idő jutott arra, hogy én a gyerekeimmel egy sorsközösségben legyek. Most a gyerekeim azt szokták mondani, hogy apa, én mindig itt fogok lakni, a fiam bebújik közénk az ágyba, vagy akár a kislányom is odajön, és ott fekszik mellettünk, nyitogatják a hűtőt, tesznek, vesznek, és mindig elmondom nekik, hogy majd, amikor lesz egy párod, és majd külön, nem, apa, én mindig itt fogok lakni. Tehát, hogy ők még gyerekként másképpen gondolkodnak erről. És meg lehet azt oldani, hogy egy olyan szeretett kapcsolat legyen egy családban, ami nem egy kirívó. Tehát talán azért hallunk sokszor arról, hogy mennyire rosszak a kapcsolatok, mert annak van hírértéke. Egy rossz kapcsolaton lehet csámcsogni, arról lehet beszélni. De most mondjuk azt, hogy nekem milyen jó a kapcsolatom, és akkor erről próbáljuk meg csámcsogni. Hát inkább erről csámcsogjunk, mint a rossz dolgokra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Szerintem ismét nagyon fontos dolgok hangzottak el, és nagyon tanulságos volt. Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást. Az elmúlt órában Kitanics Márkkal beszélgettünk, aki kriminálpszichológus. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel az Ultrahang Plus csatornájára, hiszen folyamatosan jövünk újabb és újabb videókkal, szombatonként a bűnügyi műsorunkkal, de amúgy is számos elemzést és beszélgetést hallhatnak itt nálunk. Köszönjük szépen, viszontlátásra, viszonthallásra.